Minden város alapvetően valamilyen földrajzi, meg geográfiai tájegységnek a része. Egy kis demonstrációval megpróbálom bemutatni, hogy milyen is a városi talaj. Szinte annyira tömődött a talaj, hogy alig tudjuk ezt az ásót lenyomni. Tehát el lehet képzelni, hogyha a felső 10 centi ilyen minőségű, lehet hallani, ugye, hogy kődarabokat, kavicsokat fog az ásó, tehát ez ahogy haladunk lejjebb, tehát mondjuk ha itt ki kellene ásnom egy köbméteres lyukat, akkor ez körülbelül egy ilyen 2-3 óra hosszás attrakció lenne. Tehát ezeket a talajokat föl kell lazítani. A talajfelszínt ezek az úgynevezett ruderális gyomok borítják, amelyek ezt az extrém körülményt elviselik, de ez a fajta gyomflóra általában nem szokott tetszeni az embereknek. Tehát alapvetően a tevékenységünknek az a célja, hogy ebből a rossz talajminőségből elmozdítsuk a városi talajokat egy olyan minőségbe, amely már alkalmassá teszi őket egy fajgazdag növényi vegetáció eltartására. Beletekinthetünk a talajszelvénybe, tehát ez ritkán adódik meg, hogy gyakorlatilag egy város kellős közepén ilyen mélységű talajszelvényt találjunk. Ahhoz képest, hogy nagyon közel vagyunk a Tiszához, az öntéstalajnak csak a nyomait látjuk, és sokkal inkább az évszázadok alatt felhalmozott porrétegek, illetve törmelékrétegek alkotják az úgynevezett feltalajt, amiben a növényeknek meg kell találniuk az életlehetőségeket, és hát innen szép nyerni, ahogy szoktuk mondani, hogy ezt a egyébként halott talajt gyakorlatilag hogyan tudjuk újra élővé varázsolni. És ezt a humuszt kell a szisztematikus és célirányos munkával visszaépítenünk ahhoz, hogy városi környezetben egy olyan zöld ökoszisztémát tudjunk tartani, amely az ember számára teszi majd a későbbiekben élhetővé a várost. Egy olyan gyepterület, ahol piknikezünk, amit annak idején egy nagy beruházás keretében megcsináltak, be van öntözve a talaj. A gyep fenntartás az egyik legmunka és beruházás igényesebb, illetve anyagigényesebb tevékenység egy városon belül. És a legkisebb ökológiai értéke van a város szempontjából, nem tart meg nedvességet, nem tart meg alig párologtat, illetve alig van por megkötő hatása. Nyilvánvaló egy angolszász észjárás szerint szép, mert egyöntetű, meg homogén. De valahogy én azt gondolom, hogy ezt a fajta paradigmát kellene az emberek fejébe megváltoztatni, hogy az, hogy változatos, hogy virágzik, hogy sokféle növény van, az nem rosszabb minőség, hanem pont, hogy jobb minőség. Tehát ezt a fajta gondolkodást kellene egyre inkább meghonosítanunk a városon belül is. Nagyon drága technológia az egynyári növényeket ültetni, és ezért jellemzően olyan helyeken, sarokpontokon, illetve ilyen emlékművek környékén alkalmazzuk, de hogy ezeket a csomópontokat hangsúlyozzuk. Mint ahogy említettem, az egyik legdrágább technológia, tehát nagyon szereti az egynyári növény, hogyha egy nagyon profi talajelőkészítést kap az ültetés előtt. Jellemző rájuk a talajuncsák, tehát hogy fertőtleníteni kell a talajt, mielőtt kiültetnénk az egynyári növényeket. Igénylik a növényvédelmet, igénylik a rendszeres öntözést, igénylik az extra tápanyag utánpótlást azért, hogy cserébe egész nyáron egy egyöntetű, kiszámítható virágfelületet biztosítsanak ezek a növények, és hát rendben is volna ez a dolog akkor, hogyha fölülről korlátlan lenne a rendszer, tehát hogy minden városnak és minden városvezetésnek korlátlanul rendelkezésre állna az a pénz, amivel az egynyári növényeket telepítik és föntartják, de ugye nem ez a trend, tehát hogy folyamatosan változik a klíma, folyamatosan egyre extrémebb körülményeket kell ezeknek a növényeknek elviselni, viszont folyamatosan csökken a büdzséje minden városvezetésnek a tekintetben, hogy ezeket az intenzív felületeket föntartsa, és gyakorlatilag innen szeretnénk elindulni az évelő felületek és az sokkal strapabíróbb, szárazságtűrőbb
növények irányába, és azt is szeretnénk, hogy ennek ellenére, hogy könnyen fönntartható legyen, mégis egy megfelelő díszértéket biztosítson a városi zöldfelületeken. Nagyon fontos az, hogy ezek a növények csak akkor borítják teljes mértékben a talajt, hogyha minden extra szolgáltatást megkapnak, tehát öntözve vannak, tápanyaggal el vannak látva a talaj tekintetében, és nagyon jó talajszerkezetbe tudjuk őket ültetni. Ha nem, akkor gyakorlatilag ezek az ökológiai fülkék ezek nyitva maradnak, tehát a két egynyári növény között nagyon sok ilyen nyitott földfelület, földfelszín marad, és ott állandóan jönnek a benne lévő gyomok, a talajszelvényben lévő gyomok az öntözés hatására folyamatosan kelnek, ezért extra gondozást igényel, folyamatos gyomlálást, és folyamatos gyomirtást. És ez nagyon nagy mértékben megnöveli ezeknek az ágyásoknak a fenntartási költségét. És ugyanazt a bekerülési költsége van egy évelő kultúrának, csak ez akár 10-15-20 évre előre el kell osztani ezt a költséget, tehát hogy ugyanannyi befektetett munkaerő, ugyanannyi ideig tart elültetni ezeket a növényeket, ugyanúgy elő kell készíteni a talajt, viszont 10-20 évig fenntartható az adott területen. Tehát minél fajszegényebb egy rendszer, annál inkább sérülékeny. És nyilvánvalóan ez a városlakót nem kifejezetten érdekli, hogy sérülékeny vagy nem, viszont a nem sérülékeny rendszer extra módon fönntarthatóvá válik. Ez viszont már érdekli a városlakót, hiszen egy sokkal dekoratívabb, fajgazdagabb életteret tudunk megcsinálni sokkal kevesebb költséggel. A napjaink kutatásai tehát azt fedezték föl, hogy akár egy erdő ökoszisztémába, akár egy divers gyepbe, gyakorlatilag az együttműködések fokozódnak, és attól lesz működőképes az életközösség, hogy ezek a gyökér szinten, gomba szinten kapcsolódnak egymáshoz ezek az élőlények, és pontosan ezek az együttállások, meg együttműködések fokozzák az adott esetben a beültetésnek az élettartamát, meg a fönntarthatóságát, és ez ugye a változó klímában nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen ezzel védekezünk a klímaváltozás ellen, hogy ezeket az együttműködéseket észrevesszük és fokozzuk. Tehát, hogy a beültetésekkel gyakorlatilag erre játszunk, hogy ezeket minél inkább kihasználjuk ezek pozitív tulajdonságait. Rengeteg házimély gyűjtöget a területen, illetve különböző apró fürkészek, zengőlegyek, illetve még néhány lepke is megtalálható. Mindegyik növény specialista, tehát hogy összefüggésben van az, hogy milyen növény, például teljesen más rovarfajok porozzák be az ajakos növényeket, mint a keresztes virágúakat, vagy az almaféléket. Tehát mindegyik növénynek megvan a faj specifikus beporzója is. Ha sokféle növényünk van, sokféle beporzó rovarunk, akkor jó válaszokat tudunk adni az egyébként tőlünk független melegedő klímára. Sokan azt gondolják, hogy a városi környezetben egyedül a fák ültetésével tudunk mondjuk levegő minőséget javítani, párát növelni, illetve port megkötni. És itt jönnek be a hátam mögött látható évelőknek a fokozott szerepe. Ugyanúgy nagyon jelentős a por megkötő hatásuk, nagyon, nagyon jelentős a párologtató hatásuk, hiszen ugyanúgy párologtatják bele a rendszerbe a vizet, illetve nagyon jelentős az árnyékoló hatásuk, sajnos nem az ember számára árnyékolnak, de a talajárnyékoló hatásuk szintén jelentős. Ezáltal a víz az ott marad a talajba. És ez azért fontos az itt élő emberek számára, mert szépen lassan, mint egy természetes légkondicionál berendezés, lassan pufferolva párologtatja be a városi rendszerekbe a meglévő vizet. És itt lenne a paradigmaváltás, hogy elhiggye a városi ember, hogy a jó állapotban tartott ökoszisztéma meg talaj, az gyakorlatilag a város élhetőségét fokozza hosszú távon.
nagyon sok minden hat ránk a világból, ami nem tudunk változtatni, viszont a saját élőhelyünkön, környezetünkön tudunk változtatni. Tehát akár egy balkonládában meg tudjuk változtatni a körülöttünk lévő világot, hiszen egy ilyen mini önellátó kis balkonládát tudunk, amiből legalább friss paradicsomot tudunk szedni. Egy idő után azt tapasztaljuk, és ez világszerte tendencia, hogy egyre inkább átfordul az emberek gondolkodása az ökológiai gondolkodás irányába. Úgyhogy én nem fogadom el azt, hogy egy ember nem tud változtatni a dolgok folyásán.